A terület- és településfejlesztési operatív programban finanszírozott több mint 500 milliárd forintos beruházás eredményeként modern, darúzható, 2600 négyzetméter hasznos alapterületű üzemcsarnok létesült az ipari parkban, Mohácson. Hargitai János kormánybiztos, a terület országgyűlési képviselője az ünnepélyes átadón hangsúlyozta, ez egy ideális térség ahhoz, hogy logisztikai fejlesztés valósuljon itt meg. Itt a hármas határ térségében, a magyar és a szerb és a horvát határ térségében, egy autópálya kereszteződésben. Ez az utóbbi állításon még nem teljes, az autópálya gőzerővel épül délfelé, és folytatódnak a Dunahídnak az előkészületei, tehát én már azért látom azt az időszakot, amikor itt hidat fogunk építeni a közelben is, ezzel Pécs-Szeged összeköttetésének lehetőségét is megteremtjük autópályán keresztül. A beruházás célja az ingatlan hasznosítás mellett az, hogy kielégítsék a vállalkozások részéről jelentkező keresletet. A célunk az, hogy bérbe adjuk. És ez a különlegessége, mert kevésbé tőkeerős vállalkozások, akik nem tudnak elindulni, viszont nagyon jó ötleteik és nagyon jó műszaki megoldásaik vannak, azok olcsóbban és kisebb tőkeráfordítással tudnak olyan helyszínhez jutni, ahol megkezdhetik az ipari termelést, majd amikor megerősödnek, egy inkubátorház jelleggel a saját területünkön fognak majd vásárolni területet, felépítik a saját csarnokukat, és egy ilyen rotációs elv szerint jöhetnek a következő olyan vállalkozások, akik kevésbé tőkeerősek. A fejlesztés eredményeként új munkahelyek létesülnek a városban, élénkül a helyi gazdaság, javul a foglalkoztatottság.